Jól kezdték a meccset a hazaiak, a 11. percben kis hián a vezetést is megszerezte a Kisvárda, Vári fejesét a gólvonalról vágta ki Pintér. Az első fél óra végén ismét közel járt a gólhoz a házigazda, Lukasz lövése a felső lécről vágódott a kapu fölé. A 45. percben megtört a jég, Talabér végezhetett el szabadrugást a 16-os vonala mellől, és lövése a kapu jobb sarkában kötött ki. A második játékrészben magabiztosan őrizte előnyét a Kisvárda, sőt a 75. percben Cseri végleg eldönthette volna a mérkőzést, az ittszer azonban kimaradt, de Révész Attila csapatának győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. Nem engedem, hogy kockáztassunk. Egy nullánál, ha van kontra lehetőségünk, kihasználjuk, hanem akkor le kell hozni a meccset. Kapott gól nélkül, ez azért mutatja, az elmúlt ilyen forduló jól működött. Nyilván ez egy picit idegölőbb, mert a játékos szeretne menni, meg kell fognom őket, a nézők szalán elvárják, hogy végig birtokoljuk 1-0-nál, de össze nagyon sok ilyen meccsünk volt, amikor mentünk 1-0 után, és beestünk abba a hibába, a saját csapdánkba, az ellenfél kiegyenlített, sőt, még meg is fordította többször a meccset. Ezt most nem engedhetjük meg, ezért vannak olyan elemek, amelyeknek tapsolhatnak, nyilván a teljes 90 perc során nem csak nekünk kell támadnunk, hanem az ellenfél is ott van, ezért ezt figyelembe veszük, és hát olyan stabilitással játszunk, olyan határozottak a védőink, a középpályáink, hogy nem tudnak ellenünk helyzetet kialakítani, már sokadik mérkőzés, amikor a kapusunknak nincsen feladata. A vendégek edzője főként amiatt volt bosszus, hogy a mérkőzésen igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani a hazaiak kapuja előtt. Főleg az első fél időben volt az, hogy nem jelentettünk veszélyt, ami bosszantó, hogy készültünk erre, tehát az, hogy játék ezen a pályán nem lehetséges, tehát mi meg próbáltunk futballozni helyenként, sok hibát követtünk el az első fél időben, bosszantó, hogy a 45. percben egy pontrugásból tudunk gólt kapni. A második fél idő volt az, amikor azt mondom, hogy kicsit be is szorítottuk a Várdát, lehet, hogy részükről tudatos volt, hogy magukra húztak minket, de ott azért talán már jobban veszélyesebbek voltunk a kapura. A hazaiak középpályás, a Mincér Tibor szerint a tabellán a Kisvárdánál hátrébb álló csapatok ellen is nagyon meg kell küzdeniük a győzelemért. Az MB2 most nagyon kiegyenlített. Az első kikaphat az utolsótól, és a kisebb csapatok is egy harcos játékkal eredményt tudnak kicsikarni, mint akár múlt héten is ez a Csákvár meglepte a Puskást. És minden meccs ilyen, próbálunk kevesebb hibával játszani, és mivel a pályánk sem alkalmas a folyamatos játékra, ezért, ahogy a mester is mondta, egy másabb harcmódot választottunk. A forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia Vác 4-1, Kozár Michelin Grosics Akadémia 1-3, Cegléd Dorog 0-0, Budaörs Siófok 0-2, Soroksár Moson Magyaróvár 0-1, Szolnok Zalaegerszeg 3-1, Békés Csaba Szeged 1-0, Balmazújváros Nyíregyháza Spartakusz 2-1 és Sopron Cigánd 0-0. A tabella élén a Puskás Akadémia áll 59 ponttal, megelőzve az egyaránt 54 pontos Kisvárdát és Soroksárt. A Kisvárda vasárnap idegenben a Vác ellen lép pályára.